Így néz ki egy szabályosan használt mérőóra, és ilyen egy illegálisan manipulált. Az ezekhez hasonló, szabálytalanul használt eszközök tulajdonosai komoly büntetésre számíthatnak egy ellenőrzés után. Attól függően, hogy milyen kapacitású fogyasztásmérőt használnak, a kötbér mértéke 10 000 forint, de akár 9 millió forint is lehet. A gáz, villany és vízóra mérőeszközöket a szolgáltató előzetes bejelentés nélkül bármikor ellenőrizheti. Egy ilyen ellenőrzés során a szolgáltatónak és fogyasztónak olyan jogai és kötelezettségei is vannak, amelyekkel sokan nincsenek tisztában. Fontos, hogy a fogyasztó először kérje az igazolványukat, hogy be tudja őket azonosítani. Ha ez megtörténik, akkor utána a szolgáltatónak kötelessége elmondani, hogy milyen célból érkeztek a mérőellenőrzéssel kapcsolatban. Tehát egy szerelésről van szó, illetve a mérőberendezés ellenőrzéséről. Ha ez megtörtént, akkor utána nagyon fontos kötelezettsége a fogyasztónak, hogy az egész ellenőrzés folyamán végig ott legyen, és nem mozduljon el a mérő ellenőr mellől, hanem végig figyelje az egész folyamatot. Az ellenőrzés utáni jegyzőkönyvet is írnak, amelyet minden esetben köteles a fogyasztó aláírni akkor is, ha nem ért egyet az ott leírtakkal. A szolgáltatói ellenőrzések egész évben folyamatosak, több mint 1 millió mérőórát vizsgálnak évente a szakemberek. 15 millió mérőóra van kint a fogyasztóknál, ezekből körülbelül 10%-át ellenőrzik évente a szolgáltatók, ez mintegy 1,5 millió ellenőrzést jelent, ebből 1,5 000 panaszügy kerül az energetikai hivatal elé. A 1,5 000 panaszügy többségében a szolgáltatók igazát bizonyítja, kisebb részben a fogyasztóké, viszont egy részükben módosul a kötbér összeg, amit a szolgáltatók alkalmaznak abban az esetben, ha nem tudják teljes körűen bizonyítani a kötbér megalapozását. A kötbér elkerülése és a fogyasztók széleskörű tájékoztatása érdekében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a fogyasztóvédelemmel együttműködve egy közös kiadványt is készített. Az ingyenes tájékoztató füzet mostantól a kormányablakoknál, valamint online is elérhető.